Nem véletlen a Termelési darab címe, mely a Délvidék elnevezést kapta. Itt játszódik térségünkben, a Délvidéken. Ez egy szegény részben elképzelt, részben valós része Magyarországnak. Innen a kitörés lehetetlen, a szegénység öröklődik. Délvidék ura a vállalkozó. Az egyik főszereplő ő lenne, és Bera Márk alakítja. Ez a vállalkozó, ez egy ugye, hogy dúsgazdag, pénzes, van vagyona, nagyon sok földje van, gyakorlatilag egy beképzelt, nagyképű, egy ilyen slendrián alkat, ugyanakkor meg, hogyha találkozik egy olyan lányjal, egy olyan nővel, aki ezt a magatartást így le tudja magáról vetkőzni, akkor egy egészen új oldalát is megismerhetjük. Ez a vállalkozó gazdag és fiatal, a Termelési darabban van asszonycsábítás, férj bosszú. A rendező Tóth András Ernő, H. János ezt a színdarabot a Pécsi Teátrum felkérésére írta. Én már tudtam, hogy amikor a János fölkértük, hogy ezt a darabot én fogom rendezni, nyilván alaposan utána mentünk magának ennek az alaptörténetnek. Itt egy Móricz novella, az Egyszer jól lakni. Móricz novella az alapja a történetnek, és a cím is ez a termelési dráma. Tehát egy csomó olyan kulturális összefüggés rejlik a darabban, a címben egyáltalán, aminek érdemes volt utána menni egy picit, illetve hát én is vidéki ember vagyok, somogyi kisfalu, a szűkebb haza, és vagy a régi haza, és engem mindig nagyon mélyen érdekelt az, hogy ez a rendszerváltás után kialakult magán nagy gazdaságok, az ott kialakult nagyon-nagyon szomorú, tragikus, függő viszonyok, azok hogyan érintik a magánéletet, hogyan lehet ott boldognak lenni, lehet-e ebbe az elképesztő szegénységbe létezni, amit hát azért legyünk őszinték, itt Pécstől délre mindenki lát, aki nyitva tartott szemmel él és jár arrafele. H. Jánossal, a darabírójával intenzív levelezésben volt Tóth András Ernő rendező. Kellett is ez, ugyanis, mint mondta, bonyolult dramaturgiával dolgozik János. Nem könnyítette meg se a rendező dolgát, se a színészek dolgát, de ez így is van talán rendjén, hiszen egy kamaraszínházi bemutatóról van szó, egy kortárs magyar darabról, tehát tudtuk azt, hogy itt azért keményen oda kell csapni a fejünket a falhoz néha-néha. Nem volt hosszú a próbaidőszak feltétlenül, hiszen a színház intenzív munkában van, de azt gondolom, hogy nagyon sok olyan belső kreatív energia, szóval nem, hogy elszabadul, de lehet hasznosítva a színházon belül, beleértve itt a díszletet, a videóbevágásokat, a zenét, az énekeket, amik nagyon-nagyon segítették, és érzelmileg nagyon megemelték a próbaidőszaknak a minőségét. H. János Délvidék című kétrészes termelési drámájának ősbemutatóját láthatja a nagy érdemű október 12-én a Pécsi Nemzeti Színház kamaraszínházában. Stábunkkal a fotós próbán jártunk. Néha beszélgetett nénk is, nem mindig a tévé. Ó, de ki ez a faszi? Ki ez a faszi a bicikivel?